Debors Sztefánovics szerbelügyminiszter szerint a jó szomszéd viszont nem csak szavak, hanem tettek kérdése is. Elmondta, a migráns helyzet továbbra is tart. Ebben a kérdésben az uniós országok hathatósabb hozzájárulását várjuk, mert lehetetlen, hogy a tranzitországok vegyék át a teher legnagyobb részét, hangsúlyozta Sztefánovics. Pintér Sándornak megköszönte, hogy mindig készen állt, hogy segítse Szerbiát az ilyen problémák megoldásában. Az akkori rombolást helyrehoztuk, és így ma a miniszter úrral megnyithatjuk ismét ezt a határátkelő helyet. Ez a két ország tevékenységén nem fog múlni, hogy ez az illegális migráns roham Európát ne érje el. A Horgos-Röszke 2 határátkelőt, az úgynevezett régi határátkelőt minden nap 7 és 19 óra között lehet igénybe venni. Itt az EU-s állampolgárok és szerbi állampolgárai gyalogosan, kerék vagy motorkerékpárral, illetve mezőgazdasági gépekkel kelhetnek át.